Szent Efrém férfikar előadásában egy Liszt Ferenc művel köszöntötték a Nemzeti Emlékhelyen az osszárium ünnepélyes megnyitását. A hagyományokhoz hűen a Szent István Király Múzeum, mint egy a királyi napok nyitányaként nyitja meg királyaink és a nemzet nagyjainak földi maradványait őrző sírkamrát. A megemlékezésen Székesfehérvár megyei jogú város, a Fehérvár megyei önkormányzat, a Magyar Honvédség parancsnoksága, a Szent István Király Múzeum vezetői, illetve a város civil szervezeteinek képviselői hallgathatták meg Vizi László Tamás, a Kodolányi János Egyetem megbízott rektorának történelmi visszatekintését. Az 1938-ban kialakított s királyok, királynék, királyi sarjak, főpapok, főurak csontmaradványai törző osszárium fedkövét közel fél évszázad után, 1984. június 7-én, éppen 40 évvel ezelőtt emelték le Krolovánszky Alán és munkatársai, hogy aztán június 18-án a csontkamrában elhelyezett maradványok kiemelése és a csontok tudományos vizsgálata Érik Inga vezetésével megkezdődjön. Vizi László Tamás hangsúlyozta, emlékeznünk kell Szent István királyunkra, aki megteremtette a Szent Korona eszményét és megvédte az önálló katolikus magyar királyságot, aki a kereszténység útjára vezette és Székesfehérváron a szakrális fővárosban alapította meg Szűz Mária egyházát, majd élete végén az ő védelmébe ajánlotta népét és országát. Emellett kiemelte, hogy a tiszteletadás mellett fontos végig gondolnunk, hogy a ma embereként ehhez az örökséghez mivel tudunk hozzájárulni. Ez előtt a közös szent sír előtt állunk, s most, hogy hagyományosan Székesfehérvár ünnepi hetének kezdetén megnyitjuk az ország legszentebb nemzeti emlékhelyén az osszáriumot, a hely szelleme arra kötelez bennünket, hogy emlékezzünk, fejet hajtsunk őseink dicső tettei, nemzetünk, városunk történelmi emléke előtt. A beszéd végén a megemlékezés résztvevői fejet hajthattak és elhelyezhették a kegyelet virágjait az osszáriumban, királyaink, a királyi család tagjai és mindazok földi maradványai előtt, akik hozzájárultak hazánk dicső történelmi múltjához.